Köszöntöm nézőinket! A Pécsi Koch Valéria iskola központban vendégeskedünk, az igazgatónő fogadott minket. Az intézményről, az intézmény helyzetéről, a fejlesztésekről beszélgetünk. Köszönöm szépen, hogy itt lehetünk, és hát nem is tudom, mivel kezdjük. Legutóbb, amikor itt jártunk, akkor éppen az új ebédlőt adták át, konyhát adták át. Jó volt látni, hogy szépül, épül az iskola központ. Ez azért jelentős változás önöknél, nem? De ez így van. Én is köszönöm a lehetőséget. Igen, valamikor a 90-es években egy nagyon kis iskolaként indult ez a Tiborcz utcai általános iskolában a magyar-német nyelvű iskolaközpont, amiből már a Koch Valéria iskolaközpont lett, és valóban folyamatosan bővülünk, a gyerek létszámaink is évről évre nőnek, és ez magával hoz fejlesztési feladatokat is. Jelen pillanatban két óvoda tartozik hozzánk, a Szőnyi utcai és a Dugonics utcai óvoda, a 12 évfolyamos általános iskola és gimnázium együtt, valamint egy 110 fős kollégium, illetve mivel a fenntartónk a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, ezért az Országos Német Pedagógiai Intézet is a mi intézmény egységünk, és így, amit magába foglal, az 1200 tanuló és egy 140 fős dolgozói csapat. Ahol most vagyunk, ez a maga az iskolának a területe, és itt a kollégium, a pedagógiai intézet és az iskola együttese van. Hát kétnyelvű német nemzetiségi képzésről beszélünk, az óvodánk viszont csak egynyelvű német nemzetiségi képzést, nevelést foglal magába. 5-6 évvel ezelőtt kezdtük ezt a projektünket, hogy megpróbáljuk azt, hogy a gyerekekkel az óvodában amennyire csak lehet maximálisan csak németül beszéljünk, hogy egy aktív nyelvtudást adjunk. Nagyon jól bevált, nagyon sikeres, úgyhogy ez magával vonta azt, hogy az iskolában is egy olyan fejlesztésbe kellett kezdenünk, hogy a meglevő két párhuzamos kétnyelvű osztály mellett egy egynyelvű, tannyelvű német nemzetiségi osztály is indult, akik most már 6. évfolyamon vannak. Ők tulajdonképpen a magyar nyelv és irodalmon kívül mindent németül tanulnak. Idegen nyelvoktatás az angol, kötelezőként nálunk, és ott a gimnáziumban az is emelt óraszámban. Tehát mi arra tettük le a voksot, hogy elsősorban a német nemzetiségi származású tanulóknak visszaadjuk az elvesztett nyelvtudását, identitását, illetve hát a fennmaradó helyeken természetesen nagyon szívesen fogadunk, és ezzel élnek is nem német családból származó tanulókat, gyermekeket, és emellett azért igyekszünk a természettudományos tárgyakat is nagyon erősíteni. Úgyhogy mi úgy gondolkodunk, hogy az innen kimenő érettségiző fiataloknak a nyelv, akár a német, akár az angol, az csak egy eszköz legyen a pályájukon, a leendő életük során, és nem az a cél. Úgyhogy ezért is igyekszünk a kínálatunkat, amilyen szélesre csak tudjuk tenni. Azért mindenképpen előny, hogy legalább két nyelvvel távoznak innen a végzősök. Ez majd a továbbtanulásnál, akár a munkaerőpiacon is hasznos lehet, de visszatérve a nemzetiségi oktatásra, a kultúrára, a hagyományokra, ezeket is figyelembe kell venni, és hát ezekre vannak különböző tánccsoportok, különböző szakkörök, hogyan történik a mindennapi oktatás során ezeknek a hagyományoknak a megőrzése? Hát nagyon sokrétű ez is, és abszolút központi kérdés az intézményünkben. Úgy mondanám, hogy egy része az oktatásba integrált, egy része pedig a szabadidős tevékenységbe, illetve hát a plusz feladatainkba. Az oktatásba eleve ugye 1-től 12-ig kötelező egy úgynevezett honismeret, népismeret óra, ahol a gyerekek a magyarországi németség történetével, kultúrájával, rendes oktatási keretek közt kerettanterv alapján ismerkednek. Amivel mi még ezen egy picit erősítünk, az az, hogy a lehetőségünk van a testnevelés órák keretében népi táncot oktatni, erre lehetőséget adnak a jogszabályok, úgyhogy mi ezt meg is tesszük, úgyhogy kötelező mindenkinek a német néptánc oktatás, és természetesen ebből adódik, hogy azért több tánccsoportunk is működik az iskolában, akik fellépéseken, különböző kulturális rendezvényeken, akár a város rendezvényein, akár az Országos Német Önkormányzat, vagy bármilyen rendezvényeken szívesen fellépnek. Népviselettel is rendelkezünk, és az iskolánkra nagyon jellemző a nyitott módszerek alkalmazása.
ilyen például a projektek, vagy különböző műhely munkák, aminek hangsúlyosan német nemzetiségi jellege van. Nagyon sok faluval tartunk kapcsolatot, ahol gyűjtőmunkát végeznek a gyerekeink, illetve az erdei iskolákat, táborokat is mindig németek lakta falvakba szervezzük, ahol aztán a gyerekek a főzéssel ismerkednek, népviselettel, zenével, táncokkal, attól függően, hogy milyen projektet vállalnak, vagy találnak ki maguknak az osztályok. Minden évben van egy svábbálunk, február első szombatján, tehát most egy hét múlva tulajdonképpen, ami egy nagyon nagy létszámú, és ott is fontosnak tartjuk azt, hogy megismertessünk német népviselettel a közönséget, ha már svábbálba jönnek a zene mellett. Úgyhogy itt tavaly is például 70 gyerek öltözött be valamelyik falu német népviseletébe, és mutatta be azt. Tehát egyszerűen megragadunk minden lehetőséget, és minden kínálkozó alkalmat arra, hogy a gyerekeket megismertessük ezzel a hát számukra már nem élményként megélt kultúrával, és éppen ezért az iskolának kell erre nagyon ráerősíteni. Egyébként ezt az óvodában is csináljuk, van egy nemzetiségi tanösvényünk az óvodában, ahol teljesen játékos módon a gyerekek ismerkednek népi hagyományokkal. Ami még nagyon fontos nekünk, hogy ez ne maradjon meg a múltba, tehát mindig próbálkozunk valamiféle olyan modern eszközöket, most például kisfilmeket készítünk, ahol a gyerekek a technikával, amivel szeretnek dolgozni, tudják ezeket a hagyományokat megörökíteni, és így a kettő ötvözete azért ő nekik egy olyan élményt ad, ami maradandó lesz. Bár tetszett itt érinteni, hogy azért a német településekkel vannak testvérkapcsolatok, jó kapcsolatok, mégis egy picit konkrétabban lehetne erről kérdezni, milyen területre tudnak eljutni, milyen városokban, milyen körülmények között tudják a mai német életet megnézni közelről a gyerekek? Hát mi elsősorban Baranyában mozgunk, így tehát amikor nem nyelvterületről beszélek, mert az egy más kérdés a testvérvárosi kapcsolatok a német nyelvterületen, Németországban és Ausztriában. De ha a nemzetiségi hagyományápolást nézzük, akkor egyik központi helyünk az Liptód, ahonnan a férjem származik, és az ottani német önkormányzattal van nagyon jó kapcsolatunk. És ők például egy egész turista szállót alakítottak ki a tanulók fogadására, nem csak a mieinkre, hanem országosan. És olyan programokat dolgoztak ki, ami kimondottan a német nemzetiséghez kötődik. Vagy pedig Somberek, ahol a tájház, a német tájház nagyon jól felszerelt, fantasztikus lehetőségekkel. Ugyanakkor Gerezslak is, a Baba Múzeum, a Mézeskalács falu, tehát nagyon sok ilyen lehetőség. És amit még itt azért megemlítenék, hogy az Országos Német Önkormányzat elkezdett egy olyan projektet, amivel falvakban német nemzetiségi tanösvényeket hozunk létre, ennek én is aktív részese vagyok. Ilyen van Baranyában, Fekeden, Sombereken és Mecseknádasdon, ahova a gyerekekkel, sőt a hallgatókkal, akik nálunk gyakorolnak, leendő pedagógusokkal is ellátogatunk, és végigjárjuk ezt a tanösvényt, a feladatokat megcsinálják, ami szintén egy abszolút korszerű feldolgozása a hagyományoknak. Külföldi kapcsolatok mennyire játszanak szerepet az iskola életében? Hát mindenképpen, tehát ami konkrétan iskolával való kapcsolatunk, az Németországhoz fűződik. Elsősorban a legrégebbi 25 éve fennálló kapcsolatunk az Berchtesgadeni iskolával van, de ugyanakkor Wertheim, Oberhausen, a Ruhrvidéken, és az alsó tagozatosainknak pedig Gnázban van, Ausztriában egy ilyen lehetőségük. De nagyon sok a Comenius és az Erasmus Plus projektünk szinte minden évben, úgyhogy így a tanulóink olaszországi, lengyelországi, németországi iskolákkal német nyelvű ilyenkor a maga a projekt, úgyhogy ővelük tudnak így kapcsolatot tartani, és hát világot látni, és ezáltal fejlődni. Angol nyelvterülettel pedig az angolos kollégáink szoktak szervezni utakat.
Van Kovásztan Erdélyben is egy PES partneriskolánk, de hát ott természetesen a magyar, ami a központja ennek a kapcsolatnak. Tehát igyekszünk, és ez benne is van a pedagógiai programunkban, legalább egyszer általános iskolában is és gimnáziumban is német nyelvterületre valamilyen kapcsolat vagy projekt révén eljuttatni a tanulóinkat. Ez oda-vissza működik? Tehát ez oda-vissza működik, így van, fogadással együtt, igen, igen. Nem olyan egyszerű már, mert a külföldi fél részéről mi most pillanatnyilag nem vagyunk annyira attraktívak azért, mert őnekik az nem nyelvgyakorlás. Tehát ők ott a szülők inkább a Anglia felé vagy angol nyelvterület felé kacsingatnának, tehát nem olyan könnyű. Ezért is próbáltunk átállni Comenius Erasmus projektekre, mert nekünk viszont a német nyelv a fontos. Tehát igyekszünk sok lehetőséget kihasználni, csak a testvér kapcsolat már kevés. Nem lehet megkerülni a német önkormányzatnak a munkáját, szerepét sem, hiszen ha úgy vesszük, most a németség egy nagyon jó helyzetben van, ami a képviseletet illeti. Itt a országgyűlési képviseletre gondolok, önálló képviselőjük van, ez mit jelent az egész önkormányzat életében, hogy érzi, mennyire előny? Hát mindenképpen előny természetesen, ahogy említettem, hogy mi országos német önkormányzati fenntartásban működünk. Én magam is tagja vagyok az országos önkormányzatnak, az oktatási tanácsnoka vagyok, tehát az oktatási stratégiáért felelős szakembere, és így, mint ilyen az országgyűlési képviselővel is rendszeres az együtt dolgozás. Azért nagyon előnyös, azt mondanám, mert gyakorlatilag a németség rendelkezik a legnagyobb kiterjedésű oktatási hálózattal Magyarországon az összes nemzetiségből. Tehát ami probléma vagy kérdés felvetődik, az nálunk biztos megjelenik. És így egy országgyűlési képviselőn keresztül akár jogszabálymódosítást is kezdeményezhetünk. Egy teljesen más státusz, mint amikor csak szószóló volt. Úgyhogy egy picit mi úgy is tekintjük a feladatunkat, hogy egy kicsit képviseljük ilyen szempontból a többi nemzetiséget is, aki, tehát így az oktatási részen nagyon elsősorban, azért ez a legfontosabb terület, én azt gondolom, nyilván magamból kiindulva, de azt gondolom, hogy a jövőnk szempontjából a legfontosabb terület. Tehát azzal a státusszal, amit egy képviselő magában hordoz, sokrétűbb és mérehatóbb tud lenni az a változtatás vagy tevékenység, amit ő el tud érni, és mi pedig rajta keresztül el tudunk érni. Természetesen a többiekkel együtt, mert azért a Nemzetiségi Bizottságnak ő továbbra is tagja, ő a vezetője is most egyébként. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jó így az együttműködés, és a gyakorlatból több kérdést tud bekerülni vitátárgyává. Milyen kérdések azok, amik aktuálisak most? Min van a hangsúly? Mire fókuszálnak? Hát most például a nemzetiségi irányelvek, ami a nemzetiségi oktatást és az óvodai nevelést szabályozza. A nemzetiségi irányelvek, most a nemzeti alaptanterv, ami még pillanatnyilag még mindig képlékeny, tehát még mindig dolgoznak rajta, annak kapcsán a nemzetiségi irányelvek is módosulni fognak. Tehát most ez az egyik központi kérdés, hogy nekünk ezeket most javaslatként úgy kell előkészítenünk, ami a hazai nemzetiségek érdekeit szolgálja elsősorban. Ugyanakkor szó van arról, hogy a nemzetiségi törvény is módosulni fog, tehát itt is van most az országos német önkormányzatnak, és utána így a képviselőnek is feladata ennek az előkészítésében. A tankönyvpiac, tankönyvkérdés pillanatnyilag szintén égető, hogy melyek legyenek azok a tankönyvek, amik nemzetiségi listán maradnak. Ugye a minisztériumnak többféle elképzelése van, tehát itt is tárgyalások és folyamatos, hogy is mondjam, időnként harcok, küzdelmek vannak egymással. Tehát ezek a feladataink most, kerettantervek megírása majd a nemzeti alaptanterv alapján, a nemzetiségi tárgyakra vonatkozóan. Úgyhogy van bőven. Pedagógus képzés, most ott jó irányokat látni. Hát olyan szempontból, igen. Illetve azt látni, hogy ez igen, a terület kezd igen. Reméljük, ugye? Most még nem látom a végleges, igen. Tehát arról van szó, hogy egy ösztöndíjrendszerrel próbáljuk a nemzetiségi, első körben most a nemzetiségi óvodapedagógusba jelentkező hallgatók számát egy kicsit növelni, tehát egy ösztöndi, ez is a képviselő úrnak köszönhető tulajdonképpen, és a Nemzetiségi Bizottságnak, hogy ez a rendszer el tudott indulni.
és ezt szeretnénk majd kiterjeszteni a nemzetiségi tanítókra, tehát az alsós kollégákra, mert ezeken a területeken van a legnagyobb hiány pillanatnyilag. Az, hogy most hányan vették igénybe az ösztöndíjat, vagy majd a februári továbbtanulási jelentkezéskor ez mennyiben lesz több, mint az előző évben, ezt majd még megmutatják az elkövetkezendő hetek, de úgy tűnik, hogy nagyon népszerű a program, tehát sokan vettek róla már tudomást. Az is fontos nyilván, hogy a rendszerben levő képesítés nélküli, nemzetiségi végzettség nélküliek is elkezdjék a képzést, és így gyakorlatilag ők is egy bizonyos ösztöndíjban részesülnek, úgyhogy reméljük, hogy ez egy kicsit erősíteni fog bennünket. Azt gondolom, hogy az óvoda az egyik legfontosabb szintér, tehát ahhoz, hogy az iskolában már egy más alapról lehessen indulni, az óvodát kell nagyon megerősíteni. Úgyhogy ezért is első lépésként az óvodával kezdtük ezt a programot. És hát gondolom, hogyha az élet úgy hozza, vagy egy gyakorlat úgy hozza, akkor ilyen finom hangolásokat ezen a rendszeren lehet. Természetesen. Csinálni, igen. Hát most ebben az évben az Országos Német Önkormányzat a gazdája az ösztöndíj programnak mind a 13, illetve hát 6 nemzetiségre, akinek van oktatási rendszere, és a 2019. szeptemberétől meg pedig úgy tűnik, hogy a minisztériumnak lesz ez egy nemzetiségi ösztöndíj programja, ugyanúgy, mint ahogy a középiskolai nemzetiségi ösztöndíj program is működik. Kicsit elszakadva az oktatástól, az iskolától, és hát a németség 20. századi nagy tragédiájához visszakanyarodva egy kicsit a Malenki robotra gondolok. Itt sokszor hallottam német származásúaktól, hogy ez mennyire nem volt benne a közbeszédben, mennyire nem volt ez a tragédia úgy az előtérben, ez mint hogy egy picit úgy elhallgatták volna. Most, hogy különböző kiállításokkal, különböző eseményekkel azért kezdi megismerni egyre szélesebb tömege ezt az időszakot, ezt a tényleg kegyetlen olyan megtorlást, amit tényleg szavakkal le nem írható. Hogy érzi, most kezdenek a helyére kerülni ezek a dolgok is? Tehát az a méltó megemlékezés, az a fajta történelmi emlékezet, ami lehet, hogy régebben nem volt annyira tiszta, mint most. Hogy állunk ilyen szempontból? Hát én azt gondolom, hogy igen, annak ellenére, hogy azért a nemzetiségi is intézményekben, most igazából a sajátomról tudnék jobban beszélni, azért én azt gondolom, hogy itt mindig is része volt, legalábbis amióta én tanítok, része volt a történelem tanításnak, vagy az iskola életének, akár az elhurcolás, akár az előzetés. Az én családomban is természetesen a nagyanyám is a Malenki robot szenvedő alanya volt évekig, tehát én ezt nem éreztem annyira nagyon tabu témának, mert ez nálunk otthon is téma volt. De amióta a január 19-e, mint az előzetés és az elhurcolás napja egy központi megemlékezési nappá nyilvánította a parlament, azóta természetesen minden intézmény nyilván akár kötelezőnek is tekinti ezt. Mi ebben az iskolában minden évben nem csak hogy megemlékezünk, hanem azért vannak évek, amikor nagy projekteket is a két esemény közé köré csoportosítottunk. Így két évvel ezelőtt a 70. évforduló kapcsán például egy olyan projektet kezdeményeztünk, amivel egy úgynevezett vándorbattyút indítottunk útjára az országban. Nálunk volt az első megemlékezés, és egy batyut állítottunk össze a sombereki tájházzal közösen, amiben olyan tárgyakat helyeztünk el, amit mondjuk magukkal vittek az előzetésre, vagy akár az elhurcolásra, és ezt iskolák kérhették, ezt a batyut, és mi adtuk tovább, és minden intézmény valamit hozzátett. Belerakott ebbe a batyuba, egy évig járta az országot, és nagyon-nagyon-nagyon sok iskolába eljutott. A mi gyerekeink egy kis dobozkát raktak bele a saját gondolataikkal ehhez a két tragikus eseményhez kapcsolódóan. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, és fölhívta a figyelmet sok helyen ezekre a történelmi meghurcoltatásokra. Mint intézményvezetőt kérdezem,
Hogy képzeli el az iskolát? Milyen jövőt képzel neki? És itt egy kicsit kitérhetünk a fejlesztésekre is, mert hát ahogy kezdtük, hogy a megújult a konyha, az étkező, hiszen többen vannak, több nagyobb kapacitás kell, de emellett még különböző fejlesztéseket terveznek. Igen, új étkező és az új konyha az magával hozta azt, hogy megürült vagy kiürült az régi étkezőnk. És én nagyon bízom benne, hogy itt a 2019. évi központi költségvetés nemzetiségi támogatásaiból sikerülni fog a régi ebédlőnkből egy nagy tanári szoba létrehozása, mert nagyon szeretném, ha az általános iskola és a középiskolai kollégák egy helyen lennének egyszerűen a kommunikáció meg a mindennapi munka kapcsán, meg csak azért is, mert így akkor az általános iskolában megürül még két tanterem, amire nagyon nagy szükségünk van, úgyhogy egyelőre tanterem fejlesztésekben kell gondolkodnunk. Az a három párhuzamos osztály, ami jön fölfelé az egynyelvű képzés következtében, azoknak kell a hely. A másik nemrég indult fejlesztésünk, amit feltétlenül tovább szeretnénk gondolni, az pedig a középiskolának a nulladik úgynevezett nyelvi előkészítő osztálya. Ilyen nálunk eddig nem volt. A tavalyi tanévben próbálkoztunk először, ugyanis azt tapasztaltuk, hogy azok a tanulók, akik tőlünk jönnek és 8 évig tanultak tantárgyakat németül, azok sokkal nagyobb előnyben vannak a vidékről jövő gyerekekkel szemben, akik nyelvoktató programba jártak és tantárgyakat nem tanultak németül, és úgy érezzük, hogy ettől egy picit megijednek és nem mernek hozzánk jelentkezni. Úgyhogy ezt a nulladik nyelvi előkészítő képzést elsősorban olyanoknak ajánlottuk, akik ebben az egy évben a szaktantárgyak német nyelven való tanulására szeretnének felkészülni. De tavaly elindult az a folyamat, hogy jelentkeznek olyanok is, akik általános iskolában angolt tanultak, és most németet szeretnének intenzíven. Úgyhogy ez a következő tanévre szóló fejlesztésünk, hogy ebben a nyelvi előkészítő osztályba akkor olyan tanulókat is felvennénk, akik nem tanultak eddig németet, és hát egy év alatt próbáljuk őket olyan szintre hozni, hogy be tudjanak csatlakozni. Úgyhogy tulajdonképpen hát erősítenénk a németes nyelvi, a nyelvi vonalat úgy, hogy akár mennyiségileg is, és bízunk abban, hogy ehhez sikerül mindenféle eszközt megtalálnunk ennek az elérésére. És a jövőben adódik a kérdés, hogy hát lehetne vidékre is menni. Tehát nem csak onnan várni a fiatalokat, hanem az iskola is kilépne egy picit a vidék felé. Hát, nem, hát attól függ, hogy nem tudom, hogy most ön konkrétan itt mire gondol. Abból a szempontból, hogy nem csak partner településünk van, hanem rengeteg partneriskolánk is van, az már évek óta létezik. Egy több mint 20 baranyai iskolával kötöttünk együttműködési megállapodást, ha erre gondolt, és próbáljuk összehangolni a tanterveinket, a szakmai munkánkat, és az onnan idejövő gyerekeket ugyanolyan feltételek mellett vesszük fel, mint a sajátjainkat, tehát ők nem felvételiznek, hanem az iskola ajánlásával, illetve azzal, hogy mi azonos tantervek, tankönyvek mentén tanítunk, tudjuk ezeket a gyerekeket akkor ide felvenni a középiskolába, arra gondolok, és hát természetesen nagyon sok együtt gondolkodás és szakmai munka is van az adott nevelőtestületekkel, akár csak az országos önkormányzat különböző oktatási képzési anyagai elkészítésénél. Tehát egy ilyen fajta nyitás kifelé létezik már több éve, igen. Ez az intézményrendszer marad így, vagy bővülhet a jövőben? Nem, ez most marad így, nem gondolom, hogy tudunk is bővülni, meg egyelőre azt hiszem, hogy a meglevő dolgainkat kell erősítenünk. Amivel tudunk bővülni, az a Német Pedagógiai Intézet, akin keresztül tulajdonképpen Magyarország minden nemzetiségi intézmény, német nemzetiségi intézményét, akár óvoda, akár iskola el tudjuk érni. A lényeg az, hogy egy nagyon népszerű iskoláról van szó, hogyha a Kók Valéria iskola központról beszélünk, egy jó oktatásról, egy fejlődőképes, illetve hát a fejlesztésekre figyelő intézményről. Én nagyon sok sikert kívánok önnek a továbbiakban is ehhez a munkához, amit itt végez. Nagyon szépen köszönöm az intézmény nevében. Köszönöm szépen.
Köszönjük, hogy itt lehettünk. Nézőinknek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, minden jót!